Sziasztok! Ebben a mai videóban egy újabb kérdésetekre fogok válaszolni, amit szintén nagyon sokan kérdeztetek, mégpedig az, hogyha bekerültök egy új társaságba, akkor hogyan kedveltessétek meg magatokat az ott lévőkkel? Én most olyan trükköket fogok nektek elárulni, amiket nem olyan nehéz begyakorolni, vagy egy picit, hát hogy igen, tehát máshogy nem tudom mondani, ezt otthon esetleg érdemes gyakorolni, és utána a társaságban bevetni. Hogyha ezek a trükkök, amiket én most mutatok, ezekre tulajdonképpen bárki képes. Tehát ehhez nem kell különösebb tehetség. Annyi kell csak, hogy az ember felismerje, hogy tényleg, hát ezek a dolgok működhetnek, és elkezdje gyakorolni, aztán pedig használni a társaságban. Tíz dolgot írtam nektek össze. Az első például, hogy kezdeményez beszélgetést. Én tudom, hogy ez nem könnyű. Tehát, hogyha valaki zárkozottabb típus, akkor nem könnyű ezen átlépni. Hogy mondjuk az iskolaudvaron, vagy egy társaságban, akárhol új kollégák között oda menni és beszélgetni. De mégiscsak valami közös pontot kell találni. Tehát például, nem is tudom, én szoktam olyan trükkökkel élni, hogy megdicsérem valakinek a kabátját például, vagy a körmét, vagy a mit tudom, és megkérdezem, hogy hol vette ezt a csizmát, mert hát én is ilyesmire állítozom. És ez mindjárt nagyon jól megtöri a jeget, mert akkor teremt egy közös platformot gyakorlatilag, amiről el lehet kezdeni beszélgetni, aztán nyilván nem ez kell, hogy legyen a téma később, de ez megtöri a jeget, tehát jól el lehet vele indulni. A második, vonj be másokat is a beszélgetésbe. Nagyon jó néven veszik az emberek, hogyha őket is, hogy is mondjam, észreveszik, és figyelembe veszik azt is, hogy ők is ott vannak. Nagyon kínos helyzeteket tud eredményezni, amikor egy társaság beszélget valahol, és mondjuk hárman, négyen beszélgetnek, ketten meg mondjuk állnak ott ugyan, de hát ők vagy nem mernek beleszólni, vagy nem érzik annyira, hogy őket kérdezte volna bárki, vagy számítana bárki a véleményükre, de nagyon jól esik nekik, hogyha hirtelen odafordulsz hozzájuk, és megkérdezed, hogy te mit gondolsz erről? Vagy mondjuk egy kicsit könnyebb kérdés, mert ez te mit gondolsz erről, ez ugye arra sarkalja őt, hogy kifejtse a véleményét. És lehet, hogy éppen pont tök más dolgot gondolkodott, vagy éppen nem is nagyon érdekli ez a téma, de ha odafordulsz hozzá azzal, hogy szerinted jól gondolom? Jól gondolom én ezt a dolgot? Akkor nem is igazán kell igazából véleményt nyilvánítani, mondhatja azt, hogy igen, szerintem jól látod. És innentől kezdve már is bevontad őt a beszélgetésbe, tehát ha akar, akkor megszólalhat. Akkor nem lesz az a kellemetlen érzése, hogy tulajdonképpen én hozzám senki nem szólt most, akkor miért is nyilvánítanék bármilyen véleményt, még a végén azt fogják gondolni, hogy mit kotyog ez bele olyan dologba, amihez semmi köze, de ezáltal, hogy te kvázi meghívod ebbe a beszélgetésbe, ezáltal mindjárt lesz köze hozzá, és ha akar, akkor hozzászólhat. Egy beszélgetésben, tehát úgy kedveltetheted meg magad, hogy nem csak magadról beszélsz, hanem érdeklődsz a másikról is. Az ugyanis visszatetszést kelt hosszabb időn keresztül, ha mindig csak arról van szó, hogy nekem ma ilyen-olyan kedvem van, én ma ezt tettem meg, azt tettem, az én gyerekeim ilyenek, a férjem meg olyan. Ez egy idő után a hallgatóságban azt az érzetet kelti, hogy ők tulajdonképpen egy fehér fal szerepét töltik be, aki, vagy egy gyóntatófülke szerepét, ahol igazából nem kell visszaszólni nagyon, csak hallgatni. Sokkal szimpatikusabb leszel az emberek szemében, hogyha érdeklődsz róluk. Az a jó egyébként, hogyha ez az érdeklődés őszinte. De ha esetleg nem teljesen őszinte, mert neked most pont arra van szükséged, hogy téged valaki meghallgasson, és nem arra, hogy te hallgass meg másokat, akkor is erőt vehetsz magadon. Bámulatos hatással jár, hogyha mondjuk azzal indítod a beszélgetést, hogy megkérdezed, hogy ő hogy van. Vagy hogyha már elmondtad, hogy te most milyen problémákkal küzdesz, és visszakérdezel, hogy neked volt már ilyen tapasztalatod, veled tettek már ilyet, akkor az illető rögtön azt fogja érezni, hogy ez itt egy egyenrangú beszélgetés, hiszen nem csak az a téma, hogy veled mi történt, hanem téged az is érdekel, hogy vele mi történt, és innentől kezdve sokkal nagyobb kedve lesz részt venni a beszélgetésben, uram, bocsánat, még ahhoz is sokkal nagyobb kedve lesz, hogy utána megint a tesztoridat hallgassa, hogy veled mi volt. Úgyhogy az őszinte érdeklődés az ugye a harmadik. A negyedik.
igyekezz barátságosnak látszani. Tehát kezd azt az érzést másokban, hogy téged meg lehet közelíteni hozzád, oda lehet menni, te nem vagy egy csukott könyv, mert ezt nagyon sokan elhibázzák. Hogy bekerülnek egy új társaságba, vagy maradjunk mondjuk az iskolaudvarnál, első osztályban ott a szülők bizalmatlanul méregetik egymást az iskolaudvaron, hogy most akkor vajon kinél, mire lehet számítani, vagy... Na most, ha te állandóan a telefonodba mélyedsz, vagy éppen az újságodba, és hátat fordítasz a tömegnek, akkor nyilván nem azt a látszatot kelted, hogy téged meg lehet közelíteni. Ha viszont igyekszel egy barátságos arcot felvenni, körülnézni, belepillantasz néha a telefonodba, nyilván bele, de ettől függetlenül azért nézegesd akár a fákat az iskolaudvaron, vagy magát az épületet, milyen szép, vagy a többi szülőt, és hogyha mindig van az arcodon egy kis mosoly, akkor ezzel barátságos és megközelíthető ember benyomását kelted. Nyilván nem kell szélesen mosolyogni magadban, mert akkor valami egészen másra fognak gondolni, de a kicsi, apró félmosoly, az megteszi a hatását. Beszélj pozitív dolgokról. Az emberek, amikor beszélgetnek egymással, akkor gyakran átcsap a beszélgetés egyfajta pletykálkodásba. És azt biztos ti is észrevettétek, hogy néha, mikor az embernek nincs túl jó kedve, akkor jól esik a másikra mondani egy-két nem olyan szép dolgot. Az emberek, én azt tapasztaltam legalábbis, hogy az emberek ettől megkönnyebbülnek. Hogyha nekik rossz a helyzetük, vagy bánatosak valami miatt, és elkezdenek szapulni egy harmadik embert, akkor ettől valahogy felderülnek, jobb kedvük lesz. Csak van ennek egy hátulütője, ugyanis akivel beszélgetsz, az ezeket a dolgokat, amiket te ugyan egy harmadik emberre mondasz, nem magadra és nem rá, hanem egy harmadik emberre, mégis a hallgató, aki téged hallgat, ezeket a dolgokat rád fogja vonatkoztatni. Tehát ha te azt mondod valakire, hogy hazug, vagy gonosz, vagy irigy, vagy kikapós, vagy tehát negatív dolgokat mondasz rá, ez rád hullik vissza. Nyilván nem azt fogja rólad gondolni, hogy te vagy a csalfa, meg te vagy a hazug, meg ilyen-olyan, azt viszont gondolni fogja, hogy te rossz indulatú vagy. Ugyanis azzal, hogy mindig negatív, rossz dolgokat mondasz másokról, vagy gyakran mondasz ilyeneket, azáltal magadról festesz igazából egy képet az ő szemében, és ő azt fogja gondolni, hogy ennyi. Ez a Gizi, ez állandóan rossz dolgokat mond másokról, folyton szapul más embereket, akkor lehet, hogy engem is, vagy velem is ezt csinálja, amikor én nem vagyok éppen ott a beszélgetésben, akkor ezeket a dolgokat rám mondja, vagy ha nem is pont ezeket, de negatív dolgokat mond rám. Tehát ezzel tulajdonképpen az ember mindig magát minősíti, hogyha másokat szapul. Ezért aztán érdemes jó dolgokról beszélgetni, jó dolgokat mondani. Nyilvánvaló, hogyha valakivel éppen problémánk van, el lehet mondani, hogy most ez a Géza éppen nem túl szépen viselkedett velünk, ezt el lehet mondani. Arra kell csak figyelni, hogy a beszélgetés nagyobb részét inkább a jó dolgok, a pozitív dolgok töltsék ki, mert akkor te úgy fogsz megmaradni bennük, hogy na hát ez egy jó indulatú nő vagy férfi, mert hát ugye csupa jót mond másokról. Mosolyog gyakrabban. Hát ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy mosolyogni kell, mert az ember azt kapja vissza, amit ad. Ezt is tudom, ez közhely, milliószor elmondta már rengeteg ember, most én is elmondom, mert hogy tényleg így van, nyilván, attól lett közhely, hogy így van. Arról majd egy későbbi videóban fogok beszélni, hogy ha valakire rámosolygunk, akkor az illető miért viszonozza az esetek többségében automatikusan, azonnal azt a mosolyt, mert hogy nagyon sok esetben azonnal. Csak akkor nem viszonozzák az emberek azonnal a mosolygást, hogyha szánt szándékkal ellenállnak, mert nem akarnak rád mosolyogni. De egyébként, hogyha csak az ösztönök működnek bennük, akkor vissza fognak mosolyogni. Ennek oka van, ezt majd egy későbbi videóban elmondom, mert ez megér egy külön anyagot. De az a lényeg, hogy a barátságos, kedves, mosolygó emberek mindenki számára sokkal szimpatikusabbak lesznek. Senki nem szeret gyakran vagy sokszor olyan emberekkel találkozni, akik állandóan savanyú képet vágnak, mindig valami bajuk van, állandóan panaszkodnak. Még akkor is igaz ez, hogyha valakinek tényleg valami komoly problémája van. És tényleg lehetne őt hallgatni hosszan, hogy ez fáj, az fáj, vagy ezzel és azzal az emberrel van problémája. De senki nem szereti ezt.
És egy idő után azt fogja észrevenni, hogy elmaradnak mellőle a társak, a barátok, mert senki nem szeret állandóan negatív dolgokkal foglalkozni. Az emberek a munka után, a fáradtságos, mindennapi dolgok után szeretnének egy kicsit pozitív dolgokkal foglalkozni. Szeretnének olyan emberekkel érintkezni, akik ezt megadják nekik, akikkel tudnak nevetni, jópofa sztorikat mesélni, meg szórakozni. A folyton savanyú és befelé forduló embereket egy idő után ott hagyják, mert nem mernek a társaságukban nevetni, mosolyogni, hiszen azt gondolják, hogy úristen, hát ennek ez szomorú, ennek valami baja van, hát hogy néz az ki, hogy én meg itt vidámkodom mellette. Ezért aztán inkább nem keresik a társaságot. Szóval mosolyogni. Oké? Időnként nyugodtan elárulhatod, hogy te is sebezhető vagy. Elárulhatod, hogy te sem hajtogatod mindig olyan szépen össze otthon a ruhákat. Te sem vasalsz ki mindig időbe. Bizony, te is mondjuk nem vagy túl ügyes. Korcsolyában, vagy sífutásban, vagy tök mindegy micsodában. Tehát nem kell mindig tökéletesnek látszani. Az nem emberi. Nem, hogy is mondjam, az emberek szeretik azt, amikor kiderül rólad, hogy te is ember vagy, hétköznapi ember, akinek vannak hibái. Te sem tudsz minden tökéletesen, te sem nézel ki minden nap elvágólag. Persze, mert miért is kellene? Ezeket nyugodtan be lehet ismerni, és nevetni magadon. Hogy hát nem ment neked a, mit tudom én, micsoda, nem ment a korizás. Hát képzeld-e nekem se. Hát én annyira nem vagyok ebben jó, hogy az valami hihetetlen. A múltkor próbálkoztam a jégpályán, és úgy a fenekemre estem, hogy csak úgy csattan, és mindenki nevetett rajtam, én meg magamon. Szóval ez szimpatikusabbá tesz téged a többi ember szemében, hogyha beismered, hogy igen, igen, bizony nekem is vannak hibáim, én is rontok el dolgokat néha. Na bum, előfordul. A légy hálás közönség azt jelenti, hogy nem csak, hogy meghallgatod a másikat, csak úgy felületesen, hogy na jó, most mondd el, hogy veled mi van, de úgy egyébként én már nagyon mondanám az én sztorimat. Nem. Ez esetben, ha szeretnél barátokat szerezni, egy picit félre kell tenni az egódat, nem kell sok időre, csak egy 5-10 percre, amíg meghallgatod az ő történetét aktív figyelemmel. Az aktív figyelem azt jelenti, hogy tényleg odafigyelsz. Hogy tényleg legalábbis úgy teszel, mintha érdekelne a sztori. Az aktív figyelemnek azzal adhatod jelét, hogy visszakérdezel. Elkezdi mesélni, hogy gondok vannak az anyósával vagy a szomszédjával. Akkor nem csak a passzív figyelem az azt jelenteni, hogy hát ezt nagyon sajnálom. Tényleg? Hú, de gáz. Nem. Az aktív figyelem azt jelenti, hogy visszakérdezel, de tényleg, de hát mi történt? Na de, hát de hogyan, nem tudnál beszélgetni anyósoddal vagy a szomszédoddal, hogy megoldjátok ezt a problémát? Az illető rögtön úgy fogja érezni, hogy na igen, ezt az embert érdekli az én problémám, és tessék, próbál segíteni, hiszen aktívan próbál tippeket adni, hogy keressen meg, hogy kérdezzen meg, hogy tralala. Tehát, hogy na, ez a légy hálás közönség. Természetesen nem mindig. Tehát azért az nem járja, hogy mindig én legyek a hálás közönség, mindig én figyeljek, aztán engem meg soha senki. Nem, ez ilyen adok-kapok. Egyszer én figyellek téged, mikor neked szükséged van rá, de aztán elvárom, hogy te is figyelj majd rám. Hiszen a másik ember is szeretne barátokat szerezni, tehát néha neki is hálás közönségnek kell lennie. Kilencedik, dicsérj gyakrabban. Hát ezt is mondjuk gyakran. Dicsérni kell, nem nyakra főre, nem állandóan, mert akkor a dicséret elveszti az erejét. De időnként igenis meg kell dicsérni mondjuk a postán a kiszolgáló hölgynek a körmét, ha éppen szépen van kilakkozva. Ez nem kerül semmibe. De neki jó napja lesz tőle. Biztos vagyok benne, hogy abban a pillanatban, amikor megdicséred, hogy milyen szép a körme vagy a frizurája, elmosolyodik. És már szereztél neki egy pár boldog percet, vagy órát, vagy akár napot. Hát nem megéri? Nyilván azért nem, tehát nem kell összekeverni a hízelgéssel, vagy a, nem is tudom most mit mondjak, ez csak egy egyszerű kis bók. Nő is mondhatja a nőnek. Férfi is mondhatja a nőnek, de nyilván nem úgy, hogy Gézike, micsoda, klassz a friszkolja ma. Mert ez már több az ártatlan bóknál. Ez már flörtölés, vagy felhívás keringőre. Hogyha azt mondja, hogy Gézike, milyen szép a körme. Na, ez igen, klassz. Itt vége is van a sztorinak.
vagy a nő, vagy ha nő az illető, akkor mondhatja, hogy milyen szép ez az árnyalat, melyik márka ez, vagy hogy hol vettem el, én is pont erre vágyom. Hát de jó, hogy találkoztunk, hát látja, hogy feldobta a napomat, hogy megláttam ezt a szép színt, mert most így akkor el tudja nekem mondani, hogy hol vette. Valójában mi dobtuk fel az ő napját. Megérte, nem? Tízes. Húzd ki magad. Na, hát szóval igen, mindig ki kell húzni magunkat. Én is hajlamos vagyok néha így begörnyedni, mert úgy kényelmesebb az embernek, hogy nem kell feszítenie magát. De kétségkívül azok az emberek, akik kihúzzák magukat és egyenesen délcegen járnak, sokkal jobb benyomást keltenek a többi emberben. Aki állandóan összegörnyed, bepuposítja a hátát, az mindig olyan ember benyomását kelti, mint aki szomorú, tele van problémákkal, gondokkal. Az ilyen emberhez nem szívesen megy oda a többi ember, mert hiszen vagy nem akarják megzavarni, vagy attól félnek, hogy úgyis tele van problémákkal, most még én is terheljem, és mondjam el neki az én gondjaimat. De ha te kihúzod magad, egyből egy vidám, magabiztos, kellemes ember benyomását kelted, ha mellé még fölteszed a mosolyt is, amit mondtunk itt a hatos pontban, akkor szerintem nyert ügyed van. Az ilyen ember nyitottnak látszik, barátságos, akihez szívesen oda mennek az emberek, akinek szívesen tartózkodnak a társaságában, mert az emberek jobban szeretik a vidámságot, a pozitív kisugárzást. Na, szóval átvettük azt a 10 pontot, hogy hogyan kedveltesd meg magad egy új társaságban. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor kérlek lájkoljátok. Fel is tudtok iratkozni, hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő videókról. Úgy általában 2-3 naponta fogok feltenni egy ilyen videót. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg a videó alatt kommentben. El fogom ezeket olvasni, és fogok rá válaszolni. Minden egyes témát úgy választok ki, hogy a ti kérdéseitekből, amiket a Facebookra írtok, vagy akár ide, azokból fogok választani, és azokra a kérdésekre fogok válaszolni, amit a legtöbben tesztek fel. Úgyhogy, ha erről nem szeretnétek lemaradni, akkor kérlek iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!